turizmus szempontjából térség turisztikai termékcsomagok, kulturális látványosságok, ökoturizmus, kisebb léptékű fejlesztések valósíthatóak meg, illetve a kínokból, ugye ott is volt ilyen hálózatfejlesztés, a kerékpárutaknak, mondjuk a bekötő ráboldó szakaszai, tehát ez is egy nagyon lényeges, abszolút önkormányzati profilnak mondom a magam részéről is. Fontos, hogy a foglalkoztatás növelése közvetetten pozitív hatást jelentsen, illetve kapcsolódjon a kínok területében támogatott számos attrakcióhoz. Ugye a területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program szükséges mindenhez, illetőleg uniós projektek listája, ugye ez, amelyeket a megyék gondozásában lettek már összesítve, összegyűjtve. Nagyon fontos tehát, hogy az önkormányzati beruházásokat döntően torzulással lehet ezt megvalósítani, ahogy említettem, kis léptékű attrakciófejlesztés, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások szintén egy nagyon fontos téma. És akkor hagyj térjek rá a fejlesztés politikai kérdések után arra a kérdésre, hogy az önkormányzatok hogyan vehetnek részt még a fejlesztéseken kívül a saját településük turizmusának eredményessé tételében. Fontos azt leszigezni, hogy az önkormányzatok nem azok is, az önkormányzatok is a turizmusnak nagyon fontos szereplői, nyilvánvalóan Magyarországon egy tradicionális historikusan így alakult, hogy számos attrakció önkormányzati tulajdonban, illetve önkormányzati kezelésben van. Számos sikeres példát tudunk, akár kulturális turizmus, valóban kultúrházak, konferenciaközpontok, amelyek ugye már a hivatás turizmus területe, vagy akár termál gyógyfürdőknek az egészség turizmusnak a központi vonzerői terén. Azért említem ezt a hármat, gyakorlatilag a hivatás turizmust, a kulturális turizmust, illetve az egészség turizmust. Hát ez a három stratégiai terméke hazánk turizmusának. Ez a három olyan terület, ahol rendkívül jók az adottságaink. Ezekből az adottságokból egy versenyképes kínálatot lehet fejleszteni, méghozzá egy olyan kínálatot, amely termel elég pénzt ahhoz, hogy jól meg tudjunk élni belőle. Ez felejtsük el, hogy állandóan nekünk kell lenni a legolcsóbbnak, mert ezzel nem jutunk 5-6-ra. Tehát igazából, hogyha mindig mindent olcsón adunk, akkor azt a területet mondom megint, amit talán legjobban ismerek, gyógyfürdő, olcsó a belépés, olcsó a masszázs, minden olcsó, ebből az összes masszőr elmegy Ausztriába dolgozni. Tehát Ausztria tele van magyarországi gyógytornászokkal, gyógymasszőrökkel, spámenedzserekkel. Hát, hogy mondjam, egy méltányos versenyképet, egy jó áron adjuk, tehát úgy adjuk ezt az egész szolgáltatást, terméket, hogy akkor azért meg tudjon élni a cég, meg tudjanak élni az emberek. Ez az olcsó Jánoska lesz, ezt felejtsük el. Tehát ez biztos nagyon jó volt 1990-ig, mert ma kapitalizmus van, tehát ennek meg kell gondolkodjunk, hogy termeljen minden cég lehető maximális árbevételt. DD-neken belül ilyen együttműködés, amit már magam részéről is hangsúlyoztam, idegenforgalmi adó felhasználása, turisztikai, például marketing célra, minél több vendég, minél több látogató jöjjön, az infrastruktúra működtetése, illetve a fejlesztések során egy abszolút stratégiai szemlélet szükséges a pályázati források eredményes felhasználásához. A turizmformiroda, helyi TDM szervezet, az arculati szempontból, ugye az előbb említett gyógyhelyi fejlesztések pont ezt a fürdővárosi arculatot szolgálják, világos Magyarországért verseny, most ez pénteken végzett ennek az országos díjátadója, úgyhogy ezek mind-mind azt szolgálják, hogy barátságosabb, szebb, esztétikusabb, vonzóbb legyen az odalátogató vendégek számára bármilyen egyéb település. Ha több a vendég, több a vendégészaka, több a áfa és természetesen helyi adó is. Akkor egy kis hollókő, illetve gyomanyagyőzi példa, ugye hollókön évek óta egységes alkulatú kommunikációt folytat, fiatalabb korosztályt is megpróbál ide oda csábítani. Hát ugye a csúcs időszak a természetesen a húsvét, amikor az autentikus fóton jó ideig minden megkocsolják a lányokat. Nagyon fontos tehát, hogy a saját értékeink, a helyi specialitásokat, a couleur locale, ugye a franciák meg tudjuk találni, a helyi összefogás megteremtése és a célzott marketing munka. Egy kicsit most már sokat kezdünk is a marketinget, nem lehet elégszer hangsúlyozni. Gyakorlatilag ez nagyon lényeges ahhoz, hogy valóban eredményesen működjön. Tehát olyan harc zajlik tisztelettel, én most a hivatalból részt vehettem a legnagyobb kínai turisztikai vásáron, amelyet nyugodtan mondhatunk most már
a leghatékonyabbak nyilván az online marketing, az újságíróknak, turisztikai szakemberek, lássadalaknak, akár jó ügyfüggő esetén felíró, külföldi felíró orvosoknak Stalingul szervezése, illetőleg a különböző kiállításokon való részvétel lehetőség szerint a Magyar Turizmus Zrt-vel közösen, mert akkor sokkal olcsóbb, sokkal hatékonyabb bárkinek. Egyébként az összes kiállítás az egyetlen cél szolgál, hogy e-mail címeket tessék gyűjteni. És az, tehát az a kiállítás az ma már a turizmusban az online aktivitásnak a háttere. És mindenhez kell egy hiteles, felkészült helyi kolléga, aki motorja szívvel lelke a település népszerűsítésének, marketingjének. Marketing helyben tájékoztató táblák, túraútvonalak, tematikus utak, közelben elérhető jó programok, helyi termékek, ez alatt értik azt is természetesen gasztronómiailag. Nagyon szépen kidolgozták Szatmárban a Szilva utat, a Pálinka utat, tehát a helyi termékek fontosságát, azért megy oda, hogy igazából arra kíváncsi. Őszintén szóval nem arra kíváncsi senki, ami bármelyik szupermarketben a világon bárhol megvásárolhat, hanem az, hogy mik azok a kedves kis helyi tradicionális termékek, akár épülészetben, akár gasztronómiában, amiből boldogan ajándékba is még visznek az emberek, a barátaikat, a családjuknak, hogy haza menni. Marketing nem csak helyben, hanem csak bocsánat, ezt a poént már lelőttem, gyakorlatilag ugye online aktivitás, honlap, közösségi média. Valós testvérvárosi kapcsolatok nagyon fontos, mert egy külföldi testvérvár, külföldi, mondjuk a trianoni határokon túl is lehet ez akár, testvérvárosi kapcsolat jó hírét tudja vinni, a saját településünknek. Például az MZ-n például azért van itt, ők is nagyon szépen csinálják ezt az MZ-i fesztivállal, tehát egy nagyon erős kulturális profilt adnak a városoknak. Nagyon jó példa még Gyula, ahol egy átgondolt, tudatos városfejlesztés zajlott, sétautak, zöld terület, környezetkímélő beruházások. Hát ez a kastély rekonstrukció, ezt most nem mondom, hogy egy csapásra ment, ez egy túl nagy kastély ahhoz, hogy ezt Lipscox meg lehessen csinálni, de tényleg igyekeznek, hogy haladjanak ebben a témában is. A fürdő folyamatos fejlesztése, tehát én akár állami igazgatásban dolgoztam, magán szektorban mindig adtak be pályázatokat, és a vendég éjszakák száma 15,6%-kal nőtt rövid időn belül. Valóban ugye a szép reformkori városrésznek a rekonstrukciója lezajlott, tehát tényleg számtalan vonzó épület van, amelyek történelmet, kedves régi hagyományokat, irodalmat idéznek a magyar vendégeknek, illetőleg hát az a lélegzet állító látványot, a Tagore sétányban az ember nézhet, borfesztivál, szép szállalák épültek, tehát tényleg nagyon-nagyon aktívan, nagyon klasszul fejlesztették Balaton füred turizmusát is, úgyhogy a 12,46%-kal nőtt a vendégészakák száma. Ez a vendégészaka száma, ez az első számú makroökonomiai mutatója a turizmus eredményességen. Fejlesztések Budapesten, az új kongresszusi központ, tehát ami Budapest, az egész ország turizmus szempontjából egy nagyon lényeges dolog, hiszen azok az emberek, akik egy kongresszusra, tehát egy kötött programra hivatalos keretek között idejönnek, és ha tetszik nekik az itteni kínálat, akkor nagy valószínűséggel vissza fognak jönni a családjukkal, illetve a barátaikkal együtt is, tehát magán célból. Ezért az 5-6 ezer fős befogadó képességű budapesti kongresszusi központ, ott van a túlpartján, a Műpa és a Nemzeti Színház szomszédságában tervezi a kormányzatot megépíteni. Hát ez valószínűleg állami pénzből lesz, mert Európai Uniós nagyon fog rendelkezésre állni. A kulturális turizmus, hát ez komolyan ez parádés. Tehát ahogy az elmúlt években a kulturális, csak a klasszikus zene szempontjából, hogy itt azért egy kicsit jazz és klasszikus zenei központ, ez a Budapest Music Center, megújult a Vigadó, megújult a Zeneakadémia, az Erkel Színház, Operaháznak, Műpának, fantasztikus programjai vannak, és hát klasszikus koncertekre még a régi budapesti kongresszusi központ is gyakran rendelkezésre áll. Tehát amit a főváros csak klasszikus zenében nyújtani tud a magyar honpolgároknak, illetve a külföldről ide látogatóknak, az valóban versenyképes és jelenleg egy nagyszerű és nemzetközileg is versenyképes kínálat. Milliárdos külföldfejlesztések zajlottak. Hát érdekes, hogy azért itt nem, ugye volt számos
Számos korábbi vezetése a budapesti fürdővállalatnak, és mindig jajgattak, hogy hát itt most akkor 100 millió a veszteség, meg 150 millió forint a veszteség, meg stb. Hát én most nem akarok itt nagy politikai olyan nyilatkozatokat tenni, de valahogy most van egy új vezetés ennek a fürdővállalatnak, és érdekes módon nekik rendelkezésre áll, nem tudom, hogy honnan évente 2 milliárd forint, hogy fejlesztenek. Tehát ezt, hogy honnan vették elő, hogy vannak sejtéseim, most nem akarnám pénzügyileg részletezni, de hál' Istennek ott tartunk, hogy a budapesti fürdővállalat is tulajdonképpen elég hamar összeszedte magát pénzügyileg, és nagyon szép látványos fejlesztéseket majd végre, a legutóbb ilyen talán a Rudas fürdő, tessenek megnézni, hogy arra járnak gyönyörű. Ugye itt is három termék van, fővárosban is a kulturális turizmus, a MICE, ez a Meeting Incentives, Congresses and Exhibitions, tehát kongresszusok, kiállítások, tehát ez a hivatás turizmusnak egy ilyen mozaik szó, illetőleg az egészség, turizmus, fürdőváros imázs. Lássuk be, itt azért van több olyan polgármester, a fürdő sokkal meghatározóbb eleme a helyi turizmusnak, mint Budapesten. Itt ez egy kiegészítő dolog, Budapesten nyilván nagyvárosi jellegéből, üzleti kapcsolatából, kultúrájából él döntően, de nagyon szeretik a vendégek, és miután nekünk a belvárosi lakásunk, mondjuk a környékén van, ott rengetegszer, mi ugye, miután ugye világéletemben turisztikai szakembernek gondoltam magam, amikor fölkészít a térképet a kis jelvezetnek látszó külföldi turistákról, mindig megpróbálom őket útba igazítani, és mindig fölhívom a figyelmüket arra, hogy egy termálkültre kötelező elmenni. Úgyhogy ez tényleg nagyon kedves, kellemes színfoltja egy még akár egy rövidebb budapesti utazásnak is. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, és ha van esetleg egy-két rövid kérdés, akkor örömmel állnék rendelkezésre.